Ugyan még mindig a koronavírus járvány árnyékában, de végre ismét van fehova. Egy év kihagyás után, február 17-én megnyitott a kapuit Magyarország legnagyobb vadászati rendezvénye. Számos momentum ismerős lehet a 2021-es vadászati világkiállításról, például a mellettem látható favizsla. Egyébként, ahogy ez már megszokott és minden évben így van, amikor van fehova, mögöttem látható az állami erdőgazdaságok standjai. Itt vannak tehát ők is. Céltávcsövekben, fegyverekben és kiegészítőkben sincs hiány a fehován, de ezt már megszokhattátok. A kvadok kapcsán sokat tévhit, nagyon sokan a rosszat látják benne, pedig vadgazdálkodási szempontból nagyon sok mindenre lehet használni. Itt a 2022-es fehován kvadból is lehet válogatni, ahogy egyébként terepjárokban sincs hiány. Szintén nem újdonság, hogy a fehován szebbnél szebb kutyákkal lehet találkozni. Ő itt például a 8 hónapos Jojo. Szia! Sok szempontból tehát különleges az idei fehova. Például a horgászok is az A-pavilonban kaptak helyet. Kisebb tehát a kiállítás, de ahogy Gancer Gábor, a Hung Expo ZRT vezérigazgatója fogalmazott, még mindig ez Európa legnagyobb vadászati eseménye. Apropó, hoztam egy viccet a Ponybölcsőben. Hozzal! Az erdőmező évek óta kiállító a fehován, és ez idén sincs másként. Sok mindennel várunk benneteket vasárnap estig a standunkon. Például magazinunkkal és egy különleges nyereményjátékkal, amely során 5x5 liter Aspen alkilát benzint nyerhettek. Emellett van gyereksarok a standunkon és fotófalunk is, amivel elmondhatjátok, hogy szerintetek mi is pontosan az erdő. Emellett erdei nyomos plakátok is várnak benneteket. A természetvédelem minden évben kiemelt téma a fehován. 2022-ben ez pedig fokozottan így van, ezt láthatjátok mögöttem. Itt például az áramütés okozta veszélyre hívják fel a figyelmet. De központi téma volt a ragadozó madár mérgezés a megnyitó ünnepségen. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke úgy fogalmazott, hogy nem tolerálhatjuk azt, hogyha vadászok mérgezik a madarakat, legyen annak bármilyen célja. Erre hívta fel a tájegységi fővadászok figyelmét is. Ha pedig már madárvédelem, a Demjárt standján a székely leleményesség is fel-fel sejlik. Ez például egy jó madáritató. Egészségetekre!